Szerbusz, köszöntelek a Scratch programozás következő videójában. Ebben a videóban még mindig a szereplővel foglalkozunk, úgyhogy indítsuk is el a böngésző programot, indítsuk el a Scratch felületünket, és menjünk alkotásmódba. Ha megjelenik a panelünk, akkor szépen a bemutatót töröljük ki. No, az előző videóban megnéztük, hogy hogy lehet vezérelni a kis szereplőnket. Most megnézzük, hogy ugyanezeket a dolgokat hogy lehet végrehajtani program szinten. Ugye az első alkalommal már megnéztük ezt a zászlóra kattintás vezérlő elemet, ugye ez egy esemény, ennek van egy mondata, vagy van egy úgynevezett utasítása, ez a zászlóra kattintáskor. Ugye, hogyha rákattintok a zászlóra, akkor ez a folyamat elindul, ugye itt még nincs semmilyen folyamat, tehát nem indul el semmi. No, nézzük, a mozgások között fogunk egy csomó mindent megtalálni. Ugye először is a szereplőnknek volt XY koordinátája. Ha én azt szeretném, hogy a szereplő egy adott helyre jusson el, ugorjon az adott helyre, akkor ezt az ugor ide blokkot kell behúznom, és meg tudom mondani neki, hogy hova ugorjon. Például első alkalommal azt mondom neki, ha elhúzom a szereplőmet valahova, azt mondom neki, hogy ugorjon be középre. Ha most rákattintok a zöld zászlóra, akkor elindul a program, és beugrik a szereplőm középre. Jó. Következő, tehát ezzel lehet szabályozni a koordinátáit. Mindig meg tudom mondani, hogy hova ugorjon, mit tudom én. Mondjuk azt, hogy a 100 pontra ugorjál, kedves macska, elhúzom őt ide, megint lefuttatom a programot, akkor a 100-100 ponton van. No, maradjunk annál, hogy ő ugorjon a 0-0 pontra. Így. Na, következő, ugye ez volt akkor ez az elem, ezt tudom ezzel szabályozni. A következő az ő iránya. Az irányt az úgynevezett néz utasítással tudom megmondani. Ha én azt akarom, hogy a macska beálljon a játékterem közepére, és fölfele nézzen, ugye megbeszéltük, hogy a fölfele nézés az a nulla érték, tehát megmondom, hogy a nulla értékre, nem a 900-ra, bocsánat, hanem a nulla értékre álljon be, ugye itt is tudom szabályozni a tárcsának a mozgatásával, hogy hogy működjön, vagy belekattintok a rublikába, és beírom, hogy nulla. Kontrollal kiválasztom a teljes területet, és azt mondom, hogy nulla. No, jelen pillanatban akkor a macskát elhúztam ide, tehát ha elindítom a programot, középre ugrik és fölfele fog nézni. Tak, meg is van. Nagyszerű. Jó, macskámat elhozom, és elfordítom valamerre. Így. És elrejtem őt. Van egy olyan lehetőségem, hogy azt mondom a cicának, hogy akkor jelenjen meg ő, mint macska, mint szereplő. Ez már nem a mozgások, hanem az úgynevezett kinézetek között van egy ilyen lehetőség, hogy jelenj meg. Itt is van. Tehát be fog állni középre, nem fogom látni, hogy beáll középre, fölfele fog nézni, nem fogom látni, hogy fölfele néz, majd megjelenik, és innentől kezdve fogom őt látni. Na nézzük. Pát, tényleg meg is történt az, amit akartam. No, tehát most már akkor az ő pozícióját, tehát a koordinátáját, az irány, nézés irányát és a megjelenését szabályozó dolgokat akkor megnéztük, akkor most már tudjuk, hogy ő hogy tud programból vezérlődni. No, ennyit már a szereplőnknek a programból való vezérlésére, illetve irányításáról. Majd lesznek még további mozgatás szabályozó elemeik, de most egyelőre csak azokat néztük meg, amik itt a legfontosabbak a vezérlés szempontjából. Jó? Ha a videót megnézted, akkor ezeket a dolgokat te is próbáld ki, próbáld a macskát különböző helyeken megjeleníteni, próbáld meg megmondani, hogy más irányba nézzen, ne jobbra, meg ne fölfele, hanem mit tudom én, bárhány fogba valamelyik irányba, vagy nézzen balra. Jó, ezeket próbáld ki, de most már ne a vezérlőpulton, hanem a programba írd elő, hogy akkor ő pontosan mit csinálja. Jó? Találkozunk a következő videóba, addig is jó gyakorlást, és jó vezérelgetést. Szia!